A pályázati forrásból a napközi elindítását finanszírozták és a berendezéseket szerezte be az Új Nemzedékért Szociális Szövetkezet. Egyedisége, hogy a kötődő nevelés szellemében jött létre, ami egy olyan gyermeknevelési stílus, ahol a kisgyerek és a szülők közötti erős, érzelmileg stabil kötődés kialakítását szorgalmazzák. Azok, akik hasonló elvek szerint nevelik gyermeküket, külön csoportba irathatják majd őket, ahol a gondozónők vállalják a hordozást az intézményen belül. 5+2 fős csoportok lesznek nálunk, összesen 3 csoportot szeretnénk elindítani. Mind a 3 csoport egyedi, illetve valamiben különleges, az egyik a kötődő nevelős csoport, a második a mesére szeretnénk a hangsúlyt fektetni, tehát nagyon sok meseolvasás, anyanyelvi nevelés, a harmadik csoportban pedig a zenei nevelés a fő attrakció, tehát kvázi már ilyen pici korban megkezdjük a gyermekeknek a zenei oktatását, illetve mindhárom csoportban törekszünk arra, hogy a gyerekek igényei maximálisan ki legyenek elégítve. Egy bölcsődéhez hasonlóan ide is 20 hetestől 3 éves korig várják az érdeklődőket, ahol gyermekközpontú intézményben és derűs légkörben minden gyermek egyéni ütemében fejlődhet majd. 8:30 és 5:30 között leszünk nyitva terveink szerint, viszont időszakos gyerekfelügyeletet is vállalunk. Ez azt jelenti, hogy akár este 10 óráig is vállaljuk a megőrzést egyedi igények esetén, illetve hétvégén is. Emellett pedig szeretnénk nem csak a gyerekekkel foglalkozni, hanem sok közös programot a szülőkkel együtt, illetve akár a nagymamákat, nagypapákat is bevonni ebbe a történetbe. Főleg a baba-mama kapcsolat építésére szerveznek majd közös programokat a gondozónők, babahordozási tanácsadást és baba jelbeszéd órákat is terveznek a közeljövőben.